Adás elején elkezdtük az évet értékelni, különös tekintettel a gazdaságra és az oktatásra, és most folytatjuk Kuncze Gáborral. Jó estét kívánok! Kezdj csak a... Amikor még nem volt itt, láttam, hogy nincs itt, amikor Gyurcsány Ferenc volt az adás elején a vendégem, ő azt mondta, hogy egy szenvedélyes és terebélyes népmozgalom kezd kialakulni a diákok tiltakozásával, és azt láthattuk valóban hétfőn már, azért nem csak az oktatásról, hanem beszéltek más-más témák, közügyek is a beszédekbe belekerültek a diákok felszólalásaikor. Szóval ön is hisz, vagy látja, vagy úgy gondolja, hogy ez egy népmozgalom lesz, amit most a diákok elkezdtek? Minden esetre fordulat következett be az elmúlt hetekben. Ugye azért 2010-11 arról szólt, hogy szétrombolták a demokratikus intézményrendszert. 2012 lett volna a kormány elképzelései szerint, ha jól emlékszem, a felemelkedésével, már nem is az elrugaszkodásé. De ebben az évben azért sokak számára, akik odafigyeltek, kiderült, hogy szakpolitikai téren 0,0, amit teljesít a kormányzat. Egyszerűen nincsenek koherens elképzelések, nagyon ügyesen vernek szét minden működő rendszer, de újat nem tudnak a helyére építeni. De gondoljuk bele, hogy mi történt az oktatásban, és fog történni az egészségügy területén, a szociális politikában, az önkormányzatiság területén. Sehol egy működőképes rendszer. Most ezt a dolgot az érintettek mégis valahogy tudomásul vették. Ugye van a családban pedagógus, aki 3 éve nem kapott bérfejlesztést, de mindig mondták nekik, hogy majd lesz pedagógus életpálya modell, és szépen csöndben voltak. És most jöttek a diákok, és visszamenőleg mindenkit szembesítenek azzal, hogy na de barátom, hát a te területeden se történt semmi, csak te bevetted a kommunikációs trükköket, ők pedig belenéznek a kamerába, és azt mondják, hogy miniszterelnök úr, ön blöfföl. És ott látom én a fordulatot, hogy ez most visszamenőleg felnyitja sokak szemét, és az egy kérdés, hogy ennek milyen következményei lesznek, de még egy dologra hadd hívjam fel viszont a figyelmet, hogy nekem sokszor az elmúlt 20 évben volt olyan érzésem, hogy azért ott áll a háttérben a politika. Mondjuk Bokros Lajos, hát Bokros Lajosra biztos, hogy emlékszünk, de talán emlékszünk még a 2000 forintos tandíjra. Most ugye ez egyébként egy fél év alatt 350 000. Alsó hangon, van ennél több is? Hát igen, így van. Na most akkor másnap a Kossuth téren több ezer fiatal jelent meg azonnal, és követelte a kormány meg a pénzügyminiszter lemondását. Megjegyzem, Bokros Lajos akkor kiment eléjük, és szembenézett velük, és vitatkozott. Azóta ugye mennyi minden történt, de most... És akkor ugye a gyerekek elvonultak. Háttérben a politika, hogy mindig ott így van, igen. Most viszont szemmel láthatóan ez nincs így egyébként helyesen. Ugye a fiatalok elhatározták, hogy tegnap járnak egyet, aztán bedobálják a rózsaszirmokat a Dunába, és utána így csináltak, hogy na és most hogyan tovább. Szóval ebből látszik, hogy ezek most tényleg ők, hogy a fiatalok, akiket sokan cittak az elmúlt években, meg hogy volt annak egy szélső jobboldali vonala, ami viszont nagyon látszott, most hirtelen kiderül, hogy észrevették, hogy róluk van szó, hogy elkezdtek érdeklődni a közélet kérdése iránt, és ha már viszont hallatják a szavukat, új hangon szólalnak meg, frissen beszélnek, értelmes dolgokat mondanak, egy ilyen idősebb politikai harcos, mint én, el is gondolkodik, hogy tényleg ezeknek kellene lassan a helyünkre lépniük, mert egészen üdítő, amit csinálnak. Szóval én ennek nagyon örülök, nem tudom, lesz-e belőle népmozgalom. Jövőre mit vonulnék vissza, azért még jól tartom magam, csak őrájuk érdemes a jövőt építeni, és ebből így akkor lesz valami, és akkor még az országból is lehet valami, és e tekintetben én most sokkal optimistább vagyok, mint voltam mondjuk 2 hónappal ezelőtt. Sokat beszéltünk mi a, nem csak az elmúlt hetekben, hónapokban, szerintem az elmúlt 20 évben erről, bizonyos szolidaritásról, egy társadalmon belül, tehát ki az, aki veszi a bátorságot és kiáll a másikért, és közben meg semmiképpen nem vethetünk rá követ, mert hogy neki is meg, ha nem áll ki a másikért, mert neki is megvannak a maga félelmei, ami miatt ezt nem meri megtenni, tehát hogy ezek mindig adott élethelyzetben nem lehet általánosságban azt mondani, hogy na, ez egy olyan ország, ahol nem állnak ki az emberek a másikért, hanem
mindig az adott pillanatban kell azt megvizsgálni, hogy itt most működik ebben az országban a szolidaritás, a demokrácia, vagy sem. Amit most ezek a fiatalok bemutattak, az ennek az iskola példája. Ez így van. Ugye korábban is azért mondjuk a Vörösiszap katasztrófa esetén, vagy viharkárok esetén mindig megindult azért, és segítsünk egymásnak, de egyébként, ha... Az megint más, az is egy nagyon-nagyon fontos dolog, ha van egy számlaszám, és akkor küldjünk pénzt, hogy tudjunk segíteni embereket. Borzasztóan fontos dolog, de arra gondoljon vissza, amikor mondjuk, nem akarok sértő számokat mondani, kevés, mondjuk rokkant nyugdíjas kiáll az érdekei mellett demonstrálni, és nem látom ott mondjuk a nyugdíjból munkaerőpiacra valahogy vissza a küldött nyugdíjas rendőröket. De amikor a rendőrök küldetnek a jogaikért, akkor nem látom ott a rokkant nyugdíjasokat. És most mondhatnék még más is. Igen, pedagógusok és egészségügyek, de én pont erre akartam. Itt viszont ugye az első napokban az volt, hogy mit akarnak a hallgatói hálózatok, hiszen ők már bemennek az egyetemen, nem is róluk van szó. Ja, hát akkor jövünk még gimnazisták, és mindenki kiáll a másikért. Na de azt még hagyján, de közben már megjelent a humán mozgalom néhány nappal, ugye hétfőn, akkor már ők beszéltek, és akkor kultúráról, mindenről. A ketté oszlott társadalomról, a lemaradó országrészekről, a tegnapi Téli Rózsás diákforradalom követelései között pedig megjelent az esélyegyenlőség, hogy a hátrányos helyzetű szegény gyerekek számára is biztosítani kell a bejutást. Ez valóban szintén egy új elem, és ennek is örülni kell inkább, és ez megint szembesíti az idősebb korosztályt azzal, hogy de gyerekek, hát nem csak rólatok van szó, a melletted lévő is rossz helyzetben van, meg az amellett lévő is, hát talán össze kellene valahogy fognatok. Nem egyszerű dolog ez, mert egyébként az ország anyagi lehetőségei valóban korlátosak, de hát el kellene dönteni, hogy mit akarunk csinálni. Ez megint egy kritika egyébként az elmúlt 22 évnek, tehát magunknak. Még a rendszerváltás hajnalán nem tudtuk eldönteni, hogy oktatás, egészségügy merre, és akkor mi jókat vitatkozunk egymással, de itt következetesen végigcsináljuk. Ezért aztán 22 év elteltével ugyanott vagyunk sok területen, mint voltunk korábban. Most talán ez felhívja erre is a figyelmet. Nem látom esélyét annak, hogy a hihetetlenül megosztott politikában ez a kormány oldal leülne, de talán az összes többi levonta a következtetést, hogy érdemes lenne közösen célokat kijelölni, és azokat nagyon következetesen megvalósítani. Én nem vagyok ilyen megengedő, hogy a rendszerváltáskor nem húzták meg, mert nem tudták, hogy most akkor vitázhatunk, de az egészségügynek erre, oktatásnak erre. Ez egyrészről igaz, de akkor azt mondom, hogy ezt mondjuk egy 10 évig, az is sok. De onnantól kezdve nincs az, hogy én ezt akarom, én azt akarom, ez ne legyen vita tárgya, hanem akkor mondjuk 10 év demokrácia tanulási idő után, akkor ne legyen a politika játékszere se a tandíj, se a nővérek béremelése, se az orvosok béremelése. Tehát, hogy mert onnantól kezdve az már legyenek ezek szakpolitikai kérdések, és nem ilyen lózungok, amiben vagy bedől a kedves választó, vagy nem. De hát fordított utat jártunk. Valamikor a 90-es évek közepét követően, 96 táján indult el az, hogy két oldal van, és a kettő nem kommunikál egymással, és most sokan ezért majd szidni fognak, de én ezt a Fideszre és Orbán Viktorra vezetem vissza. Attól kezdve, ahány kísérlet volt a két oldal tárgyalóasztalhoz ültetésére, azok mind megbuktak. A rendszerváltáskor legalább külpolitikai célokban egyetértettünk, NATO csatlakozás, Európai Uniós csatlakozás, ma már ebben sincsen semmi. Tehát pont amit ön mond, hogy demokrácia tanulás, és utána aztán megtanuljuk, hogy vannak közös célok, a többiben meg persze különbözünk, és ezért vitatkozunk. Ellenkező utat jártunk be. Sokkal jobban álltunk demokrácia ügybe 90-ben, mint most. Ilyen rák módjára csináljuk, csattogtatjuk az ollót előre, és egyébként pedig hátrafelé mentünk. És ez nagyon rossz a minősége a magyar demokráciának, rossz állapotban van ennek következtében az ország, és veszíti el a felzárkózási esélyeit. Verseny van Európában, verseny van a világban, és ebben a versenyben egyre rosszabbul állunk. Mi lesz 2013-ban, ami már nem választás év, de már kampányév lesz, hiszen 2013 őszén már a regisztráció elindul.
Még mindig ollócsattogtatás és hátrafele tolatás, hát, összefogás. Ugye éppen láttam, hogy itt az egyik interjúban szóba került Matolcsy Györgynek az egyik heti labban most megjelenő cikke. Hát akarja, ugye, idézzek? Ne idézzem belőle, mert lefordulok a székről rögtön, mert elég volt az is, amit láttam belőle, de én egyébként olvastam a híradásokat róla, de ugye elhatározták 2010-ben, hogy harc van, háborúban, és ott áll a hős vezérünk a vártán, és küzd az elemekkel és az egész világgal szemben, és erről szól megint ez a cikk, hát észbontó, van még olyan ember ma Magyarországon vagy a világban, aki elhiszi, hogy a világ összeesküdött ellenünk, de mi kivédtük, és mi fantasztikus sikereket értünk el, hát össze se esküdtek ellenünk, meg fantasztikus sikereket se értünk el. Na most ettől kezdve tényleg csak az a kis piros pötty maradt a hátsókon, amit a miniszter úr annyira szeretne emlegetni. Sincs. De az sincs, persze, de na, ugyanennyi valóság alapja van az összes többinek, de hát így nem lehet működni. Az élet meg a politika az nem háború meg harc meg küzdelem kérdése, az megegyezés, odafigyelés, beleérző képesség, és persze a végén lehetőség szerint konszenzusos döntések kérdése. Hát amit most a diákok észrevesznek 18 éves korukban, hát miért nem veszi már észre a kormányfő és a kormányának a tagjai? 2013-ban ki mit fog majd észrevenni, és egyedül vagy összefogással, azt meg majd legközelebb folytatjuk. Köszönöm szépen, hogy itt volt. És folytatjuk a műsor folyamot is, az egyenes beszéd után következik a húzós Rónai Egonnal, és hogy kik lesznek a vendégek, azt már is elmondja Egon. Szia! Szia, Olga, jó estét kívánok! Hát a dolog annyiból furcsa lesz, meg talán érdekes is, hogy lényegében lehetne folytatni ott, ahol ti most ezt abba hagyjátok, a politika pszichológiájával foglalkozhatunk, ha úgy tetszik, vagy a politika pszichéjével. Hak Péter lesz első vendégem, jogszociológus, egyetemi oktató, az SZDSZ és a Fidesz, valamint a Demokratikus Karta alapítója, aki hát sokat látott, sokat tud, és sokat tud mesélni, remélem megteszi. Aztán pedig Pickó Katalin pszichiáter, aki most trénerként dolgozik, és hát ha nem is feltétlenül a politikusokat tréningezi a viszontagságok kibírására, de amolyan menedzser tréningeket mindenképpen csinál, tehát szerintem látott már karonvarjút, pontosan tudja, hogy mit él át mondjuk ilyen esetben egy kormányfő, egy kormányszóvívő, vagy mondjuk egy diákvezér, mint ahogy most zajlik. Nem feltétlenül ezért hívtam, de erről is beszélünk majd nyilván. Vagy egy műsorvezető. Vagy. Köszönöm szépen. Tehát tartsanak velünk a továbbiakban, és holnap este találkozunk. Viszontlátásra.